Rákosmente önkormányzata 2020-ban indította újra azt a régi hagyományát, melynek keretében az aktuális évszámnak megfelelő mennyiségű muskátlival járul hozzá a kerületi lakótelepek zöldebbé tételéhez. Ebből adódóan idén 2022 tővirágot vehettek át a városközpont társasházkezelési feladatait ellátó közös képviselői. Mindig meghirdetjük ezt az akciót, és akkor a közös képviselők jelentkezhetnek a muskátlikért, leadják előre a számokat, hiszen ezek már előnevelt muskátlik ahhoz, hogy szépek legyenek minél hamarabb, és ezzel az a célunk, hogy Rákosmentét szebbé tegyük, virágosabbá tegyük, és én úgy gondolom, ez nem csak mint kerületi szinten egy hasznos dolog, hanem az ott lakóknak, a társasházban lakóknak is biztos vagyok benne, hogy a lelküknek is jól esik. A május 12-i kiosztásban Horváth Tamás polgármester mellett dr. Füzesi Péter alpolgármester is segédkezett. Rózsahegyi Péter pedig környezetvédelmi tanácsnokként ismertette a növények utógondozására vonatkozó javaslatokat. Ezek a jól ismert futó muskátlik, amelyek tőzekbe vannak elültetve, tehát érdemes mindegyiket muskátli földbe, jó minőségű virágföldbe átültetni. Nyugodtan lehet bármennyire napos balkóra tenni, hiszen a muskátli szereti a sok-sok napfényt, és igazán nagyra nő majd. Viszont pár naponként locsolni érdemes, és muskátlik számára készített tápoldattal érdemes még szintén táplálni, főleg olyannal, amely inkább a kálium utánpótlást biztosítja, arra van igazán szüksége a muskátlinak. A kezdeményezés ezúttal is nagy sikert aratott az érdeklődők körében, akiktől a helyhatóság visszajelzésre számít az elkövetkezendő hetekben. Annyit kértem itt a közös képviselőktől, hogy amikor már ezek szépen virágba borulnak, akkor kérjük szépen, hogy a környezet@rakosmente.hu e-mail címre küldjenek fotókat, hogy a hírhozóban is, vagy a honlapunkon is meg tudjuk jelentetni, hogy milyen szépek lettek ezek a virágok, és hát a mások is kedvet kapnak ahhoz, akár önállóan is, hogy akkor ültessenek még több virágot, és még szebbek legyünk. Rákosmente önkormányzata révén a helyi köznevelési intézmények egyaránt virágba borulnak a napokban. A város vezetés továbbá bízik abban, hogy a társasházakban élő polgárok számára meghirdetett akció a jövőben is folytatódhat majd.